Jó estét kívánok! A Múzsa magazin március 12-i adását látják. Küszöbön áll a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál esemény sorozata. Mai műsorunkban már két szerkesztett anyagunk is érintkezik a fesztivál programjával. Beszámolunk a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatóról, amelyen ízelítőt is kaptak az újságírók az egyik kiemelt programból. Március 9-én nyílt meg a kortárs keresztény ikonográfiai biennálé kiállítása a Cifra Palotában. Javában próbál a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar is a fesztivál nyitó hangversenyére vendégkarmester Kocsár Balázs irányításával. Az együttes tavaszi programjairól a művészeti vezetővel, Hollókői Huba karmesterrel beszélgettünk. A stúdió vendég Kuti Ágnes, a Ciroka Bábszínház művészeti vezetője lesz, akivel felvételről beszélgetek az intézmény aktualitásairól. Ezt kínáljuk a mai műsorban, kérem, tartsanak velünk! Csütörtökön délelőtt nagyszabású sajtótájékoztató keretében meghirdették a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjait. Az eseményt a főszervező Híres Agóra Ifjúsági és Kulturális Központ az intézmény színpadára szervezte meg, ahol a programsorozat fővárosi vendégei és a helyi társintézmények képviselői ismertették az előttünk álló egy hónap igen változatos kínálatát. A hivatalosan március 14-től április 14-ig tartó egy hónapos rendezvénysorozat alatt közel 60 kulturális eseményt láthat majd a város kultúrára fogékony közönsége és az ide látogatók. A korai időpont ellenére fergeteges energiabombával kezdődött a tavaszi fesztivál sajtótájékoztatója a szervezési feladatokat ellátó Híres Agóra színpadán. A március 14-én kezdődő fesztivál program egyik nagy ágyúja, az Urban Verbunk táncosai mutattak be néhány dinamikus részletet show műsorukból, amelyet majd március 20-án láthat a kecskeméti közönség. A sajátos ízelítőt követően rövid beszédet mondott a sajtótájékoztató mindvégig jelenlévő Szemereiné Pataki Klaudia, a város polgármestere is. Egy hónapon keresztül tart most ez a fesztivál. Nagyon nagy érdeklődéssel néztem át a programfüzetet, és gratulálok mindenkinek, aki ebben úgy gondolta, hogy érdemes velünk együttműködni. Egy igazán pezsgő, színes, tartalmas, mélységében és szélességében, spektrumában is, azon egy nagyon izgalmas tavaszi program sorozattal indítjuk az évet, és bízom benne, hogy a kecskemétiek tetszésére is válik mindaz a program sorozat, ami található ebben a programfüzetben, azon a 20 helyszínen, ha jól látom, mindegy 60 együttműködő partnerrel. És annak is örülök, ezt szeretném külön kiemelni, hogy a kecskeméti kulturális és képzőművészeti, művészeti, irodalmi, prózai, színházi, táncművészeti ágaink mindannyian be tudnak mutatkozni. Mindenki az egy hónapon keresztül talált magának lehetőséget arra, hogy mi az a kiváló produkció és mi az a kiváló termék, amellyel tudjuk gazdagítani a kulturális életét, és azon nem csak Kecskemétnek, hanem a régiónak is, és mindez kiegészítve országos partnerekkel. Tehát az egy nagyon jó lehetőség és nagyon szép eredmény, hogy az országos partnereink is itt vannak velünk, és most lehetne sorolni őket folyamatosan, de szerencsére sokan vannak. Úgyhogy ezért nem is állok neki egy-egy produkciót kiemelni, mert mindegyik produkció és mindegyik kínálat és mindegyik kulturális élmény nagyon gazdag tartalommal bír, nagyon gazdag kínálattal bír, úgyhogy remélem a kecskemétieknek tetszeni fog. Engem már meggyőzött, úgyhogy azon leszek, hogy a következő egy hónapban mindenkit meggyőzzek arról Kecskeméten, hogy érdemes beleszagolni egy kicsit a kultúra világába, érdemes velünk kezdeni a tavaszt, érdemes velünk megújulni, a lelkünket kicsinosítani, felkészíteni a húsvéti ünnepekre, majd utána pedig az egész év kibontakozására. A polgármester köszöntője után Barta Dóra, a Híres Agóra ügyvezető igazgatója főbb vonalaiban felvázolta az előttünk álló színes és változatos kínálatú egy hónap eseményeit.
A 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál szervezői mertek nagyot álmodni, és világhíres Kecskemét szlogennel hirdették meg az idei fesztivált. Mindig nagyon megtisztelő szerintem Kodály és Katona szellemi hagyatékán gondolkodni művészeti erőről, művészeti kifejező erőről, és arról, hogy mit üzenhet Kecskemét ma a világnak. Az volt a gondolatunk, hogy legyen most a mottónk, hogy világhíres Kecskemét. Hát egy kicsit lehet nagyképű, de mégsem az. Arra kértük Barta Dórát, mondja el műsorunk nézői számára külön is, hogy szándékaik szerint mire utal a világhíres Kecskemét motto. Én azt gondolom, hogy Kodály és Katona szellemi hagyatékán élő városban mondhatunk ilyet. Nyilvánvalóan, hogyha valaki mélyebb rétegekben keresi a kecskeméti szálakat, a kecskeméti személyeket, Kecskemétről származó művészeket, akár Kecskemétre visszatérő és mondjuk Kecskeméten otthont kereső kiemelkedő szereplőket, akkor ha így kutat, rájön, hogy nagyon széles ám ez a hálózat. És merhetjük mondani, hogy Kecskemétről vagy Kecskemétre olyan finom szálakat tudunk meghúzni, amelyek releváns információként mondhatják, hogy világhíres Kecskemét. Nyilvánvalóan egy jövőbe mutató szándék. Azt szeretnénk, igen, hogyha Kecskemét felkerülne arra a bizonyos kulturális térképre olyan módon, hogy mint egy mágnes vonzza be az iránytű csúcsát, és igen, hívjon ide, akár távolabbról is, olyan szereplőket, amit már próbál a tavaszi fesztivál is célkitűzésként megvalósítani, mégpedig, hogy a régió számára jelenjen meg egy kortárs művészeti, összművészeti gazdag eseménysor, és hogy jöjjenek Kecskemét felé sokan országhatáron innen, és akár országhatáron túl is. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál közel 40 éves története alatt még sohasem tartott a rendezvény egy hónapon keresztül, és a közel 60 esemény is rekordnak számít. Színezi a képet az is, hogy milyen a vendégprodukciók és a helyi együttesek által megszülető kulturális tartalmak aránya. Mindig az ember az otthonában megszokja, ami van. Ott vagy az történik, hogy ezt az inger küszöböt piszkáló helyi gondolatok, helyi releváns elképzelések mozgatják az ott élőket, és azt mondják, hogy na így még nem láttam, na ezt még nem láttam tőlük. Ez szerintem mindenképpen egy kihívás egy ilyen fesztivál kínálatnál, hogy ez történjen meg. És hát igen, fontos idehívni vendégeket is, hiszen mondjuk mondhatjuk azt, hogy Kecskemétről nem kell elmenni azért, hogy bizonyos nagy, mondjuk így világprodukciókat is színpadon lehessen látni, lehessen olyan alkotóval, művésszel találkozni, vagy lehessen már egy olyan nem élő művész hatásának, szellemi erejének egy, akár egy beszélgetés kapcsán társul lenni, ami szerintem mindenképpen egy fesztivál üzenet. A lámpában necelt éget, az egy lábú kettő lépett, cigire együnél volt, ilyen volt a mese volt. A fesztivál karakteri struktúra változik világunkban egyébként. Szembe kell nézzünk azzal a ténnyel, hogy az emberek nem sok időt tudnak együtt tölteni. Épp hogy van egy pici idejük otthon egy kicsit a családjukkal, magukkal foglalkozni, mégis valljuk, hogy muszáj kínálatot adni ezekre a találkozásokra. És egy fesztiválnak szerintem ma a fő szempontja, hogy intézményi összekapcsolódást, kulturális szereplők közötti összekapcsolódásra adjon teret. Az pedig egy város számára nagyon jó, hogy intenzíven, akár egy hónapon keresztül nagyon könnyen lehet válogatni a programok közül, tehát mondhatjuk azt, hogy van program Kecskeméten, de inkább azt mondhatjuk, hogy rengeteg program van Kecskeméten. A sajtótájékoztatón sorra megszólaltak a fesztiválban szerepet vállaló partnerintézmények, illetve az egyes fellépő csoportok képviselői, köztük Musza Ahmed, az Urban Verbum koreográfusa, akiknek kecskeméti fellépését komoly várakozás előzi meg. Amit mi csinálunk, az nem egy újfajta táncstílus, az néptánc. A Don't Lie to the Planet produkcióban táncolunk vízben, táncolunk trampolinban, fejjel lefelé, tehát minden olyan olyasfajta őrültségnek gondolt, van egy másik szó, progresszív eszközt bevettünk annak érdekében, és nem azért, mert nem hiszünk a táncnak az erejében, hanem megpróbáljuk a néptáncot, vagy a táncművészetet felemelni olyan szintekre,
hogy megállja a helyét nem csak táncos színpadokon, hanem popzenei színpadokon, a popelodok lépnek fel. Fesztivál lesz a fesztiválon belül a Bach Mindenkinek Fesztivál is, amelynek igazgatója Kovács Zalán László tubaművész ajánlotta a Kodály Intézet közvetítésével Kecskemétre érkező programot. A Bach Mindenkinek Fesztivál nevében köszönjük szépen mi is az együttműködést, a lehetőséget, hogy itt lehetünk Kecskeméten, és először fajsúlyosan vagyunk itt Kecskeméten, egy nagy nyitó programot fogunk ide hozni, vagy együtt megszervezni. A Bach Mindenkinek Fesztivál 2024. március 16 és 31 közötti főidőszakában számos településen Kecskeméttől Budapestig, Debrecentől Nyíregyházáig, vagy Encidától Poncidáig tartja a programjait. Programot ismertetett továbbá Simon Kornél rendező és Fekete Linda színművész a Cseh Tamás műveiből összeállított koncertszínházi program alkotói nevében. A városban működő kulturális intézmények fesztiválba illeszkedő programjait mások mellett Lóránt Klára, a Bozsó Gyűjtemény igazgató kurátora, Bújdosóné dr. Dani Erzsébet, a Katona József könyvtár igazgatónője, és Szabó Kocsis Zsuzsanna néprajzkutató, a Katona József Múzeum népi iparművészeti gyűjteményének munkatársa ismertette. A közel 60 esemény nem csak összehangolt logisztikát igényel a szervezőktől, de feltételezi a fenntartótól érkező támogatások bővülését és egyéb támogatók bevonását is a fesztivál megvalósításába. Önkormányzati és fenntartói forrással rendelkezik ez a fesztivál, tehát szerintem a fő támogató eleme és pillére önmagában a város. A város és a fenntartó mondja azt, mint mondjuk úgy a kulturális életet kiemelő gesztus, hogy legyen ezen a fesztiválon minden, ami csak lehet, de egész évre kiterjedően elmondhatjuk, hogy főleg az Agora esetében nagyon komoly szponzorációs, inkább azt mondanám mecenatúra épül ki, ami különlegesen jó érzés arra vonatkozóan, hogy olyan, mintha új kultúrája teremtődne magának a kultúra közvetítésnek, a kultúra támogatásnak egyaránt. Szemere Inné Pataki Klaudia polgármester megerősítette, hogy a város intézményfejlesztési elképzelések is támogatja a kulturális kínálat hozzáférési lehetőségeit. Világra szóló hírességek vannak Kecskemétről, és Kecskemétre is érkeztek világra szóló hírességek, hiszen hazahívtunk kecskemétieket Amsterdamból, Karlsruhéból és a világ minden pontjáról, akik itt kezdték a pályájukat, illetve innen mennek a világ minden pontjára, akár a kecskeméti táncegyüttesre is gondolok, vagy akár az Urban Verbung zenekarra, akik majd utána New Yorkba és Dubajba fogják bemutatni ugyanazt a produkciót, amit itt látunk Kecskemét színpadján. Tehát ez az, ami én azt gondolom erőt ad a Kecskemét kultúrájának az újjászületésére, és arra, hogy tényleg meg tudjunk most már építeni egy méltó új helyszínt, egy új kulturális művészeti központot, amely több ezer fő befogadására alkalmassá válik itt Kecskeméten, mert a kultúra adott hozzá, élményt adni tudunk, az emberek pedig várják ezt a lehetőséget. A programsorozat március 14-e és április 14-e között várja önöket Kecskeméten, mintegy 20 különféle helyszínen, változatos kínálattal. Március 9-én a Cifra Palotában megnyílt a 12. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. A meghirdető által kiírt ikonográfiai program ezúttal a profécia volt. A csaknem negyed évszázados múltra visszatekintő sorozat 12. kiállításán 137 alkotó munkáit tárták a közönség elé, amelyet több mint 230 jelentkező alkotásai közül választott ki a neves szakemberekből álló zsűri. Vadas Csenge népdalénekes és Vadas László népzenész rövid népdalcsokrával kezdődött a 12. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé megnyitó ünnepsége a Katona József Múzeum kiállítóhelyén a Cifra Palotában március 9-én délután. A biennálét 2000-ben ötlötte ki Gyárgyárdesz László művészettörténész, és 2002-ben rendezte meg az akkor még megyei fenntartású múzeum az első kiállítást.
A két évente megrendezett eseményre eddig 11 alkalommal került sor. A Biennale mára a szakterület legnagyobb és legjelentősebb Kárpát-medencei kiállítási sorozatává nőtte ki magát. A résztvevők lassan már úgy tekintenek az eseményre, mint Kárpát-medencei művész találkozóra. Az eddigi 11 tárlaton összesen mintegy 1500 keresztény tematikájú kortárs alkotás került a falakra, és közel 600 darabot számláló, egyedülálló múzeumi gyűjtemény jött létre a sorozat eredményeként. A tárlat alapító kurátora, ifjú Gyergyádesz László Móra Ferenc díjas művészettörténész nyilatkozott a múzsának, egyebek mellett az idei tematika a profécia fájdalmas aktualitásairól. A 12. Biennálénak valóban a profécia a témája, és ez egy sajnálatos dolog tulajdonképpen, hogy ilyen témát kell feladnom, mert már volt korábban apokalipszis például, vagy a hétfőbűn, és tulajdonképpen az állatok és növények ebben a csoportban sorolható. Az a baj, hogy nagyon sok a negatív dolog a világban, nyilván itt a betegség, a újkori népvándorlás, a föld erőtartalékainak felhasználása, tehát rengeteg probléma van ebben az időszakban, most is, és ezért tulajdonképpen erre való reflekciók folyamatosan jelentkeznek a kortárs művészetben, tehát nem volt nehéz kitalálnom, hogy melyik az a téma, amiben a keresztény ikonográfiával is kapcsolatban lehet számítani művekre. Most is elég sok művet adtak be. Végül is 232-en adták be ténylegesen az alkotásokat az előzetes ilyen e-mailes véleménykérések után, és ebből 137 alkotónak a ennél jóval több darab műve látható itt. Mindenfajta reagálás van, de talán a háború az, amire leginkább sokan reagáltak, illetve a másik pedig ez a földnek a túlzott felélése, nem megbecsülése. És tulajdonképpen a remény is megjelenik számos műben, hiszen a profécia az általában a proféta akkor szokott fellépni, profécia van, akkor üszkös romok vannak, ismerik az ábrázolásokat, akkor baj van, és akkor egyfajta reménységet próbál ilyenkor sugallani, vagy egy jövőképet ugye a proféta, és a profécia az ugye ebben az esetben lehet még rosszabb, de lehet jobb is. Nyilván itt is vegyesen vannak, hiszen vannak negatív proféciák, hiszen a művészek úgy, mint általában a keresztény művészetben, hogy elképzelik, némileg, hát nem utánzói, de követik, Krisztus követik az Isten teremtését, azt, ahogy megjelennek a képviselő világban, de ugye arra is reagálnak, hogy vannak hamis proféták, vannak halottlátók és minden egyéb. Tehát vannak úgymond pogány, meg nem egészen ide sorolt a dolgok, ezeket is látjuk. Ez nem egyházművészeti kiállítás, ezt hangsúlyoznom kell, hanem inkább a inkább úgy mondom, hogy az európai gondolkodásnak egy nagyon fontos része az, ami a keresztény európai művészetben kialakult, és annak egy fontos tétele, hogy nem historizálni kell, nem a múltba helyezni a művészeknek az alkotásokat, hanem a mai világunkra kell reflektálni, és egyébként nagyon okos egyházi vezetők, például II. János Pál ezt nagyon jól tudta, ő ezt le is írta, hogy nem múltbéli stílusokkal kell most, hanem a napjaink problémáit a napjaink stílusában kell, akár majd egy következő szinten az egyházművészetben is megjeleníteni. Tehát van egy hibás felfogás az egész világban, és valami konzervatív valaminek gondolják ezt az egészet, de ez nem az. Lehet sokfajta módon megközelítés és aktuálisan is. Az idei kiállítási anyagban is számos olyan mű szerepel, amelynek nyilvánvalóan a gyűjteményben volna a helye. A szerzeményezés lehetséges módjairól kérdeztük a kurátort. 2000-ben kezdtem ezt a gyűjtést. Először kipróbáltam azt, hogy ha már gyerekkorom óta művészekkel találkozom, ismerkedem, hogy viszonylag könnyen tudok kapcsolatot, és az érzem a problémáikat, meg érzem a múzeum problémáit is, és találkozott, hogy valahogy a jövőnek meg kell őrizni a legfontosabb alkotásokat. De erre sajnos nincs olyan pénz, főleg a magánszférában. A Nemzeti Kulturális Alaptól lehet vásárolni, de ez mondjuk egy ilyen 31-néhány művet jelent például az elmúlt 20 évben. De az elmúlt negyedik században a többségét, a 90-valány százalékát az bizony felajánlásokból kaptam meg, tehát a művészek voltak azok, akik segítettek ebben a munkában, de arra vigyáznom kellett, hogy mindig felhívjam a figyelmüket, hogy ide a legjobbakat adják be, hiszen ez a
maga a múzeum és ennek a képzőszeti gyűjtemény az egyik legjelentősebb az országban. Itt azért Medgyászkitól kezdve minden van, nagyon fontos művek, tehát én azt elvárom, hogy a legjobbak közül kerüljön be. És hát ebből már 17 kiállítást rendeztem külső helyszíneken, Tihanyban például néhány hét alatt 60 ezeren nézték meg. Ez egy pedagógiai célzatú kiállítás, kicsit a közösség, kicsit az alkotók felé is, és azt elértem a célját olyan szempontból is, hogy már egyre fiatalabb az átlag élekkor, tehát akkor indultam meg 60 közeli volt, most már inkább a 40 felé közeli, ami azt jelenti, hogy ma már kevésbé ciki, vagy nem divat alapján nézik meg, hanem tudják, hogy ez egy európai művészetnek a szoros lényegéhez tartozik az, hogy a keresztény ikonográf ott van varejtve, vagy direktebb módon a művészet. A kiállítás megnyitó beszédét Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára mondta, aki elismerően szólt a Biennáli által megteremtett hagyományról. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, megnyithatom ezt a kiállítást. A 12. alkalom az már egy nagy szó, egy Biennáli esetében különösen, hiszen ez 24 évnyi munkát ölel fel. 24 évnyi munka az a tradíció, amelyre már büszkék lehetünk, amelyről már tudjuk, hogy valószínűleg megmarad, és valószínűleg hosszasan élvezhetjük. Az államtitkár kifejtette azt is, hogy a keresztény tematika nyílt vállalása ma is bátorságot igényel a művészektől. Elhangzott a bevezetőben az, hogy milyen bátorság volt a rendszerváltoztatás előtt keresztény szemmel nézni a világra. És ez kétségtelenül így van, azonban az is biztos, hogy ez manapság is nagy bátorságra val, és akik itt ülnek ebben a teremben, vagy más módon jelen vannak művészként, alkotóként a kiállításban, azok rendkívül bátrak. Bátrak azért, mert úgy reflektálnak a világban, hogy fölvállalják azt, hogy ezt egy keresztény szűrőn keresztül teszik. A díjátadáson ugye háromfajta díjat osztunk át, lesz egyrészt egy Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott díj, ami Csíkszentmihályi Réka kapja a Magyar Művészeti Akadémia díját, akkor szintén adományozott pénzdíjat ugye a város, amelyet Vert Szilvia, pécsi textilművész kapott, és van 5 erkölcsi díj, ez kicsit fura elnevezést tudom, de ez már vagy 20 éve találtam ki, valahogy ilyen természetesnek hatott egy pénz nélküli díj esetében, amikor tényleg kicsit emelkedettem, hogy művészeti megközelítésről van szó. A tárlat fődíját, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának elismerését Csíkszentmihályi Réka textilművész vehette át az akadémiát képviselő Kelecsényi Csilla professzorasszonytól. A Kecskemét városa által felajánlott másik díjat Vert Szilvia Pécset élő és alkotó textilművész kapta. A díjat dr. Fekete Gábor az Önkormányzat Értékmegőrzési Bizottságának elnöke nyújtotta át a művésznek. A korábbi biennálék gyakorlatát követve ezúttal is átadtak 5 pénzbeli juttatással nem járó úgynevezett erkölcsi díjat. A 12. Biennáli erkölcsi díjait Miklós Árpád kecskeméti festőművész, Tarnóci József debreceni festőművész, Pasqualetti Eleonóra budapesti képzőművész, Túri Endre kecskeméti festő és zománcművész, valamint Rucek Zsófia kaposvári textilművész kapták. A 12. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé kiállítását június 22-éig látogathatják a Cifra Palota nyitvatartási idejében a földszinti kiállító termekben. A stúdió vendége Kuti Ágnes rendező, a Ciroka Bábszínház művészeti vezetője. Csokolom a kezét, jó estét kívánok! Kedves Ági, hosszú-hosszú ideje, több mint egy évtizede elkötelezte magát Kecskemét meg a Ciroka mellett, és először van a televízió stúdiójában, ez nekem nagy öröm.
Az apropó, ami miatt beszélgetünk, hogy a közelmúltban volt egy olyan bemutatója, ami nagyon szépen illeszkedik abba a sorba, amit Kuti Ágnes neve mellé oda lehet jegyezni Kecskeméten. Ez volt a Show című közismert magyar népmesének egy erdélyi változata. Beszélünk erről, de arra kérem, hogy először arról beszéljünk nagyon röviden, hogy hogyan került a szakmába, hogyan került a báb közelébe. Már többször elmeséltem több fórumon, hogy tulajdonképpen én már az anyatejjel magamba szívtam a bábszínházat, ugyanis apukám volt az egyik alapító tagja a amatőr bábosok csoportjának. Akkor ezt úgy hívták, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, és tulajdonképpen az apunak volt az a feladata, hogy a kultúrát terjessze különböző falvakba, városokba, és hát olyan későbbi bábszínész óriásokkal dolgozott együtt, akik későbbiekben például a Mazsolai Stádénak a mozgatói voltak, az Állami Bábszínház nagy bábművészeinek volt ő tulajdonképpen a tanára, és amikor ő eldöntendő kérdés elé állt, hogy most színészet vagy bábszínészet, ő a színészetet választotta, és őt én elveszítettem 3 éves koromban. De ott maradt 40 báb. Tehát tulajdonképpen én a pubábjai között nőttem fel, ami rendhagyó módon nem nyúszikák meg rókák voltak, hanem apukámnak politikai bábsúlya is volt. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ott volt a Hitler, a Churchill, Clemenceau, Iván a rettenthetetlen szovjet katona, és én ezekkel a bábokkal játszottam már gyerekként. Esetleg lehetséges, hogy ezért végzett óvónőképzőt, mert én ugye együtt tanítottam Báron Lacival. Azt láttam, hogy ő milyen módon tudja megfertőzni a hallgatóit. Ezért lett óvónő eredendően? Nagyon jól látja, ugyanis ott volt az első olyan lehetőségem, ahol a bábművészetet tantárgyként oktatták. Ez még középiskola volt, igen, tehát nem is egyetem. És ott volt ilyen, hogy bábóra és bábmódszertan órákon, hát ott természetesen már ott tudtam érvényesülni, és később így lettem óvónéni, az óvónéniség során lettem a Kolibri, majd a Budapest Bábszínház stúdiójának a tagja, és amikor elvégeztem a Budapest Bábszínház stúdióját, akkor még nem volt egyetemi képzés, tehát a bábszínészetet, bábrendezést még nem lehetett Magyarországon tanulni. Amikor elvégeztem, akkor kaptam lehetőséget arra, hogy ott bábszínészként folytassam, illetve már akkor kiderült a báb stúdióban, hogy elég erősen arra koncentrálok, ami globálisan egy egész előadás létrehozásához szükséges. Tehát nem csak egy szerepre, meg egy karakterre, hanem én szeretném látni a látványt, hallom a zenét, és akkor így kerültem Berlinbe. Miért nem Prágába? Kérdezem én, aki nem értek az ön szakmájához, csak tudom, hogy az ott egy nagy bábos központ. Nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni. Németül gagyogtam, csehül reménytelen nem volt megtanulni, illetve én akkor láttam egy csodálatos német művésznek az előadását Magyarországon, egy Unima fesztiválon, aki német egyetemen tanított. Pechemre nem Berlinben, hanem Stuttgartban. A Stuttgarti Egyetemen viszont én bekerültem a berlini körforgásba, és ott nekem nagyszerű tanáraim és professzoraim voltak, akik nem csak német származásúak voltak, hanem a világ minden tájáról jöttek. Úgyhogy nekem az egy olyan nyitási lehetőség volt, amire nem ismertem álmodni itthon. Annyira kapott fertőzést Berlinben, hogy aktuálisan 5 perce van a doktoria megvédésétől, amihez jó szívvel szorítunk, meg tényleg kívánjuk, hogy nagyon sikeres legyen benne. Ági, az a hír önről, hogy nagyon szívesen kísérletezik. Én most teljesen véletlenül tegnap láttam a Show című előadást, amit legutóbb rendezett Kecskeméten. Sokáig azon gondolkodtam, hogy bábszínház-e még a bábszínház? Tehát hol vannak a határok? Meddig bábszínház a bábszínház? Minek kell benne lenni, hogy azt lehessen mondani egy előadásra, hogy no, akkor ez bábszínház? Ez azért érdekes kérdés, mert akkor én meg tudnám azt is fogalmazni, hogy mikortól bábszínház egy bábszínház. Ugyanis, hogyha már az alapokat nézem, vagy ha azt nézem, hogy a tradicionális bábszínház miről szól, hát ott is azért a szobrászattól kezdve, a zenén át, a költészetet át, tehát nagyon sok társterület, művésztársterület megnyilatkozik, illetve jelen van. Tehát tulajdonképpen most ezeket feszegetjük tovább, ezeket a határokat. Tehát én nagyon szerettem, amikor... Félre én imádom, nagyon szeretem, hogy élő szereplős, de az magától értetődő-e, hogy egy bábszínésznek például rendelkeznie kell egy musical énekes kvalitásaival? Gondolok erre a bizonyos Show című darabra. Azt gondolom, hogy ma már igen. Uh-huh. Amióta
a bábosok előjöttek a parabán mögül, és nem paravános kesztyűs és vajangjátékok vannak, azóta az egyik nagy kérdése a bábszínháznak, hogy mit kezd az élőszereplő és egy báb együttesen a színpadon. Tehát az, hogy egy színésznek a színészi kvalitásait is teljes testben figyelembe kell venni a színpadon, ez már egy jelenlévő 20 éves tendencia. Most itt ebben az előadásban azért speciális, mert tulajdonképpen ez egy élőszereplős előadás, amit tarkítunk árnyszínházi elemekkel, de úgy gondolom, hogy az árnyszínházi elemek azok ugyanúgy részei lehetnek, és egy technikája a bábszínháznak. Olyannyira kedvelt technikája önnek, hogy ez a doktoria tárgya is, ha jól tudom. Igen, hát a show előadásban nem mutatom meg minden technikai rejtelmét, de hát tulajdonképpen már csak onnantól kezdve, hogyha így körülnézek itt a stúdióba, és látom, hogy hányféle fényforrás van, és ezek a fényforrások mit tesznek lehetővé például egy árnyszínház esetében, akkor végtelen tárház. Amióta feltaláltak a ledeket, a halogénizzókat, egyszerűen olyan izgalmas dolgokat lehet árnyszínházban már csinálni, amiről azt gondolom, hogy a tradicionális ázsiai árnyszínház álmodni sem tud. 12-ben lett főrendezője a Cirókának, azóta eltelt több mint egy évtized. Miért tart ki? Miért jó önnek a Cirókánál? Hát onnan indítanék talán, hogy amikor hazajöttem Berlinből, akkor én a professzoromtól nagyon sok olyan témát és drámát kaptam, amire kevésbé voltak nyitottak a különböző városokban a különböző tartalmai miatt, a témák miatt. Ilyen volt például egy olyan mese, ami a halálról szólt, gyönyörűen költészet. Ez a Gabi és a repülő, nagypapa, láttam. Pontosan. Illetve a Csomó tündér, ami a vállásról szólt. Azt is láttam. Hát ez az a két előadás, ami hát lássuk be, eléggé megszűri a közönséget, illetve már akkor is megszűrte, és nem nagyon akarták elfogadni. Egyedül Kiszei Ágnes, a Ciróka bábszínház igazgatója mondta azt nekem, hogy nézzük meg, lássuk meg, hogy mit szól hozzá. Abból kiindul, vagy a haláról nem lehet gyerekek előtt beszélni? Igen. 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 Uh-huh. Nagyon nehéz volt, mert például a vállásos mese után, ahol el nem hangzik az, hogy vállás van. Ott arról szól, hogy apu és anyu cipőfűzője össze van kötve, és valamiért mindig elbotolnak, amikor egyszerre kéne lépniük. Tehát Gimesi Dóra gyönyörű elvont fogalmakat használt, és ennek ellenére mi veszítettünk el bérletes nézőket azáltal, hogy a vállásról beszélünk. Igen. Egyébként is úgy tűnt nekem, megint csak a Show című előadást hozom föl, hogy önnek nagyon szándékolt üzenete van a kifejezetten felnőtt közönség számára. Azért ott számos olyan finom, mögöttes réteget tapasztalhatott az ember, ha figyelt, ami nem a 6 éves gyerek szintje. Én nagyon szeretem, amikor különböző szinteket kell megugranom, és ahol a felnőtt ugyanúgy lenyűgözve tud nézni egy előadást, illetve megtalálja azokat a mondandókat, amik igenis neki szólnak, egy társkapcsolatról szólnak, a politikáról szól. Tehát én örülök neki, amikor megtalálom a kis kulcsokat hozzá, és pontosan érzékelnem kell természetesen azt is, hogy ez bérletes előadásba a kisiskolásoknak megy, akik szórakozni szeretnének, és felismerni olyan alapvető morális dolgokat, amik a saját életük tovább viteléhez nagyon szükséges. Ági, művészeti vezetőként milyen víziója van a Cirókáról? Mifelé megy a színház? Milyen színházat szeretne tartósan csinálni? Borzasztóan hálás vagyok a Áginak azért, mert nagyon sok mindent ki tudok próbálni, és teret ad. Nagyszerű színész állományunk van. Nincs között rivalizálás, teljes harmónia van, és összefogás és egymás segítő kapcsolatunk van. Tehát amit mondtam, egy csodálatos színész állományunk van, nagyon-nagyon erős színészekkel, és évek óta most már a felnőtt előadásokkal is kísérletezünk, tehát tavaly például bemutattuk a Barguzin című előadást, aminek nagyon nagy szakmai visszhangja volt. Képzelje, hogy én egy forgatócsoport tagjaként végigforgattam a Barguzini expedíciót, nekem óriási élmény volt az előadás. Hú, erről majd beszélgethetünk adáson kívül. Illetve idén például Szikszai Rémusz jön hozzánk, és az Őrkény Tótékat fogja megrendezni, mert azt gondolom, hogy szeretnénk megmutatni, hogy nem csak gyerekműfaj. Tehát a bábszínház az egy olyan műfaj, ami az elmúlt 100-200 évben abszolút a gyerekeknek a műfajává vált, holott olyan kulcsokat és a
stilizáltság miatt olyan eszközöket és absztrakciókat ad az ember kezébe, amit kizárólag csak a báb képes megvalósítani, és nagyon nagy vágyam, hogy ezekre az előadásokra minél több felnőtt nézőt itt Kecskeméten is megnyerjünk. A város is egyre inkább számít önökre. Most csak arra gondolok, hogy ma a gyermeknapban az idén komoly szerepük lesz, illetve hát megint lesz Bábszínházak országos találkozója, ami ugye hagyományosan Kecskeméthez kötődik. Erre a fél évre van-e még valami különlegesség, vagy ezek várhatók? A tavaszi fesztiválon is jelen vagyunk, és ott szeretném megragadni az alkalmat, hogy figyelmükbe ajánljam a nézőknek Nagy Marinak az önálló estjét, Mária testamentuma címmel, ami egy nagyon izgalmas, önálló estje lesz Marinak, illetve a városnapján is jelen vagyunk, és a Cirókás gyereknapunk is van, tehát ez független a gyereknaptól, ahol kiderül, hogy a vasárnapi mesébe lépő játékunknak kik a nyertesei, úgyhogy egész délelőttet velünk tölthetnek a gyerekek. Úgyhogy ez már jó sűrű program. Hát maradjon így, legyen jó sűrű programunk a Cirókának köszönhetően. Ági, köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és további nagyon sikeres, meg eredményes működést önnek is, meg a színházának. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Több fellépése is lesz a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tagjainak a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál egy hónapig tartó program dömpingjében. Ezekről, valamint a zenekar fesztiválon túlmutató elfoglaltságairól beszélgettünk a szimfonikus zenekar vezető karmesterével és művészeti vezetőjével, Hollókői Hubával, és közben bepillantottunk a zenekar éppen zajló próbájára is, ahol Kocsár Balázs karmester a Pergünt kísérő zenéjét próbálta az együttessel. Kocsár Balázs Grieg Pergüntjét próbálja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral a Híres Agóra színpadán. A mű a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitókoncertjeként szólal meg majd március 18-án este. A fesztiváli elkötelezettségeken túlmenően is mozgalmas időszak elé néz a zenekar és vezetője Hollókői Huba, akivel a zenekar székhelyén az Agórában találkoztunk. Alakul a szimfonikus zenekarnak az egész éves programja szerencsére. A tavasz mozgalmas lesz. A tavaszi fesztiválon az első koncertünk a Hacsalád sorozatnak a második koncertje, a Koldus és Királyfi című mesezene hangzik el Alpár Balázs tollából. Utána rögtön másnap, március 18-án a Pergünt, Grieg Pergüntjéből, vagy Ibsen Pergüntjéből, vagy tehát a Pergünt, vagy mindkettőből. Vagy pontosan mindkettőből lesz egy elég rendhagyó előadás, ugyanis a kevésbé ismert teljes kísérőzenét előadjuk, és Kovács István színész narrációjával a dráma is megelevenedik bizonyos mértékig, tehát egy olyan estre számíthatnak a koncertlátogatók, ahol a kísérőzene lép főszerepbe, és a dráma fogja kísérni a kísérőzenét. Tehát lekövethető lesz az ibseni mű, de nagyon sok minden a zenében fog megelevenedni. A Pergünt gyakran játszott közkeletű szvit változatai jóval rövidebbek, mint amit majd március 18-án a kecskeméti közönség hallhat. Kettő szvitet szoktak játszani a kísérőzenéből, amit maga Grieg állított össze. Ez 2x4 tétel, 8 tétel, és hát összesen 23 tétel van. És most mind a 23-at hallhatjuk? Azt hiszem kettő kivételével. Két olyan tétel van, amihez színészek is kellenének, és sok a narráció, azt sajnos ebben az esetben kihagyjuk, de
a legtöbb tétel megszólal az eredeti zenéből, és hát olyan kincseket hallunk már most a próbán is, ami egészen hátborzongatóan szép. A kevés ilyen teljes Grieg kísérő zenét ezúttal Kocsár Balázs dirigálja, aki már intenzíven próbál a kecskeméti szimfonikusokkal. Ő egy nagyon tapasztalt színházi és szimfonikus karmester, tehát az Operaházban, Debrecenben olyan hatalmas tapasztalata van, és olyan rugalmas és praktikus a munkastílusa, a hozzáállása, ami teljesen ideális karmesterré tette őt ebben az esetben, és nagyon örülünk, hogy elvállalta ezt a felkérést. Van olyan, hogy egy zenekar nehezebben dolgozik egy-egy karmesterrel, ellenére annak, hogy az illető nagy nevű? Előfordul, de tapasztalatom szerint ugye már 2 éve csináljuk a Panula mesterkurzust például, illetve több vendégkarmestert volt szerencsém már látni és hallani a szimfonikus zenekar élén. A kecskeméti szimfonikus zenekar nagyon rugalmas, nagyon barátságos, és mindig a legnagyobb figyelemmel követik az újabb és újabb karmestereket, úgyhogy ilyen szempontból nagyon szerencsés a helyzetünk. A zenekar a kecskeméti énekeskörrel közösen 5 előadásból álló barokk hangverseny sorozatot hirdetett meg az evangélikus templomban, amelynek nyitó darabja szintén a tavaszi fesztivál keretében hangzik majd el március 30-án. Tavaly a halottak napi koncertet csináltuk Erdély Péter vezényletével és a kecskeméti énekeskörrel közösen az evangélikus templomban, és olyan jó hangulata volt annak a koncertnek, és olyan fokozott érdeklődés kísérte a közönség részéről is, hogy mindannyian a zenészek, a kórustagok, Péter és én is úgy gondoltuk, hogy ebből nagyon jó lenne egy sorozatot csinálni, és egy kicsit jobban elmélyedni a barokk zenének a világában, ami kiapadhatatlan gyakorlatilag, mert az ismert szerzők Vivaldi, Bach, Telemann mellett még több ezer olyan darab van, amit nagyon ritkán, vagy esetleg akár száz évszázadok óta nem adtak elő. Tehát egyrészt szeretük volna, hogyha a zenekarnak is van egy olyan struktúrája, amivel fél évre, vagy akár egy évvel előre is lehet építeni, és az ember be tudja írni a naptárába, hogy akkor december 21-én majd a karácsonyi barokk koncert lesz, és nem csak 2 vagy 3 hónappal előtte derül ez ki. Illetve azt hiszem mindkét együttes számára ez fontos szakmai munkát jelent egy-egy stílusban így jobban elmélyülni és egy kiszámíthatóbb pályán tanulmányozni ezeket a műveket. A művészeti vezető elképzelései szerint a folytatásban nem feltétlenül egy új zenetörténeti korszak következik majd, sokkal valószínűbb, hogy a megkezdett barokk sorozat folytatódik. Ez most egy kísérleti jellegű projekt, amit reméljük, hogy felkelti a kecskeméti közönség érdeklődését, és attól függően, hogy hány bérletet tudunk eladni, vagy milyen lesz a koncertek látogatottsága, ennek függvényébe képzeljük el a jövőt. Mindenképpen szeretnénk minél többet együttműködni a helyi együttesekkel, akár a Kékkel, akár más kórusokkal, más zenészekkel. És szerintem a barokk egy olyan vonal lehet, amit nem biztos, hogy egy évad után abba kell hagyni.
inkább azt szeretném, hogyha a barokk bélet mellett még esetleg egy más klasszikus, vagy akár romantikus típusú, vagy akár kortárs magyar zenei bérletet is el tudunk indítani. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál program sorozata április 14-ével véget ér, de a zenekar előtt még adódik feladata a fél év során. Április 17-én a Fiatal Virtuózok koncertet tartjuk meg a Kodály iskolának a dísztermében. Ez egy régebbi tradíciója a zenekarnak, hogy támogatja a Kodály iskola tehetséges végzős növendékeit és fellépési lehetőséget biztosít nekik zenekarral. És most is egy nagyon színes Dvorzsák hegedű verseny, Haydn cselló verseny, fuvola verseny, szóval nagyon színes programmal készülünk, és hát úgy hallom a növendékek is már tavaly ősz óta szorgalmasan. Májusban egy nagyszabású koncert várható, a Holst, Gustav Holst Planéták vagy Bolygók című nagyszabású műve hangzik majd fel szintén május 17-én Elgár cselló versenye mellett, ahol egy jó barátom Leo McFall, angol karmester fog vezényelni, és Szabó Ildikó lesz a cselló szólista, aki Berlinben lakik, és ő fogja játszani az Elgár cselló versenyt. Újra lesz Panula mesterkurzus, azt szintén tervezzük júniusban. Már hagyomány. Szinte már hagyomány, és nagyon szívesen jön ide a Maestro Westerőmmel. Mondhatom, hogy nem kellett neki idén sem kétszer mondani, és szintén kifejezetten nagy nemzetközi érdeklődésre számítunk. Utána pedig a Kodály Fesztivál következik, ahol egyelőre az Atmoszféra koncerten működik közre a zenekar, és hát azt még nem mondom el pontosan, hogy milyen meglepetéssel készülünk, de látványos és halványos programra lehet majd számítani. Kedves nézőink, ez volt a Múzsa március 12-i adása. Új összeállítása a legközelebb a jövő héten, március 19-én várom majd Önöket, akkor már a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál eseményeinek összefoglalójával. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!